Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió adását látják január 18-án, pontban 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit. Új parkolókat építenek Kiskörösön. Idén is kapnak Petőfi kötetet azok, akik a költővel azonos napon születtek. Megkezdte a tavaszi szezonra való felkészülést a Kiskörös LC megye 1-es labdarúgó csapata. Új parkolók kialakítását tervezik Kiskörösön a Tököli utcában. A küzdősportok háza előtt lévő árok befedésével kialakított parkolók segítenék a házba érkező sportolókat és a szülőket is. A Tököli utcai óvoda a Körisfa utcai óvodába való áthelyezésével a megszűnt óvoda épülete felszabadult. Az ingatlan 100 éve szolgálja a kiskörösieket, ezért továbbra is szeretnék fenntartani. Az épület másik felében a küzdősportok háza van, de a tervek szerint a teljes épületet a küzdősportok házává szeretnék alakítani. Ehhez azonban szükséges, hogy új parkolókat létesítsenek az épület környezetében. Az edzések idején azon a területen a gépjárművel érkező szülők, vagy éppen sportolni vágyók nem nagyon tudnak hol parkolni. Most megvártuk a felújítását a háznak, ami elkészült, és a ház előtt a Tököli utcai oldalon egy nyílt árok vezeti el a vizet a Tököli utcából. Azt gondoljuk, hogy ezt a nyílt árkot lefedjük, és az árok fölé parkolót fogunk építeni, segítve ezzel is az ott sportolókat, vagy a szülőket, akik szeretnék, hogy a gyermekeik oda járjanak esténként sportolni. A polgármester elmondta, hogy a beruházást tavasszal fogják megvalósítani, amelyet az önkormányzat saját költségvetési forrásból fedez. Január 20-án csütörtökön a Petőfi Sándor Művelődési Központban nyílik meg a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett programsorozat Kiskörösön. A jeles nap alkalmából egy PowerPoint technikával készült kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők a Művelődési Központban. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le a himnuszt. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. Kiskörösön az emléknapi programsorozat csütörtöktől szombatig több helyszínen is várja az érdeklődőket. A Művelődési Központban minden évben képzőművészeti kiállítás szokott lenni ehhez kapcsolódva, és külön örülünk annak, hogy ebben az évben egy olyan kiállítást tudunk ide elhozni a házba, amelyet személyesen is megtekinthetnek az érdeklődők, ugyanis a tavalyi évben online tudtuk megvalósítani a Magyar Kultúra Napját. Január 20-án az emléknapi programsorozat első napján délután 5 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Központban egy PowerPoint technikával készült kiállítást tekinthetnek meg majd az érdeklődők. Csomák Lászlóné Erzsike és Lechnerné Lugosi Gyöngyi lesznek azok a textilszobrászok, akiknek a szobraikat és alkotásaikat megtekinthetik itt az emeleti galériában. A zárt térben zajló eseményeken való részvétel feltétele a maszk szabályszerű viselése, védettségi igazolvány azonban nem szükséges. A kiskörösi Petőfi szilveszterek szép hagyománya, hogy a költő születésének évfordulóján a város mindenkori vezetője a Petőfi Billikommal a kezében tesz fogadalmat a Petőfi kultusz további gyarapítására. Az idei rendhagyó Petőfi szilveszteren sem maradt el Domonyi László polgármester fogadalomtétele. Petőfi Sándor születésének évfordulóján december 31-én rendhagyó módon nem éjfélkor, hanem délután rendezték meg a Petőfi szilvesztert, ahol Domonyi László polgármester a Petőfi Billikommal a kezében megtette a 2022-es évre vonatkozó fogadalmát, mely összefügg a 2002-es polgármesteri serleges fogadalommal. Akkor még Barkóczi polgármester úr tette azt a fogadalmat, hogy az országban, akik január 1-én születnek, azok az egyéves gyermekek szilveszterkor megkapják Kiskörös várostól ezt a kötetet. Ez egy óriási vállalás és egy nagyon szép ajándék,
Évente körülbelül olyan szűk 200 gyermek születik, nyilván ez évente változó szám, és a kormányhivatal segítségével egy hivatalos levél megy a szülőknek, és ebben a levélben értesítjük őket erről a lehetőségről. Idén Domonyi László polgármester kiterjesztette azoknak a körét, akik megkaphatják a sorszámozott, névre szóló Petőfi Sándor összes versei című kötetet a várostól. Arra teszek ígéretet, hogy Petőfi születésének 150. évfordulója, vagyis 1973 és 2002 között Bács-Kiskun megyében születettek is megkapják ezt a kiadványt. A kötetek eljuttatása a Petőfivel egy napon született Bács-Kiskun megyeiekhez a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum feladata lesz. Ebben az évben fogjuk elpostázni ezeket a köteteket. Egyelőre határidőt nem állapítottunk meg. Nyilván itt nagyon sok megelőző munkafázisra van szükség, és amikor már minden készen van, én azt gondolom valamikor az év vége felé tudjuk postára adni ezeket a köteteket, illetve ha lesz rá lehetőség, akkor személyesen is át lehet majd venni, de ezzel kapcsolatban további egyeztetések szükségesek. A város ajándéka a Petőfi kötet. Emlékeztesse a megajándékozottakat arra, hogy Petőfi Sándorral egy napon születtek, és legyenek büszkék erre a dátumra, mondta Domonyi László polgármester december 31-én a költőszülőház előtt elmondott beszédében. A császártöltési Weitz Teréz tréner és tanulásmódszertani szakértő egy olyan komplett tanulástechnikát fejlesztett ki, amivel a memorizálandó anyag akár 90-91%-át is képesek lehetünk megjegyezni. Január 17-én erről a két féltek is tanulásról tartott előadást a Kiskörösi Egymiben a tankerület pedagógusai számára. Weitz Teréz tréner és tanulásmódszertani szakértő január 17-i előadása a Kiskörösi Egymi integrált nevelésben részesülő tanulókat nevelő oktató pedagógusok munkacsoportjának szervezésében valósult meg. Több mint egy évtizedes hagyománya van az ITEM-nek, minden hónapban jelentkezik, és az a célja, hogy az integráló pedagógusok ismerjenek meg olyan minőségi oktatáshoz kapcsolódó módszereket, eljárásokat, amit aztán szervezeti szinten be tudnak építeni már a pedagógiai munkájukba. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy az ITEM támogatja az integráló pedagógusok munkáját, a sajátos nevelési igényű gyerekeknek az esélyeit növeljük és a kudarcaikat csökkentjük. Már évek óta nehézséget okoz a diákoknak, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt, hogy a gyerekek nem tudnak tanulni. A kisgyerekek a tanulás során még a jobb agyféltekéjüket használják, aztán az iskolában már a bal félteke válik dominánsá, s közben a jobb kijön a gyakorlatból. Az iskolában két dolgot mértünk. Érte a szavakhoz, vagy érte a számokhoz. Ez nem más, mint a bal agyfélteke. Csak hogy az a baj vele, hogy az agyunk ugye két részből áll, ott van még a jobb agyfélteke, és míg a bal az dolgozik, ír, olvas, számol, addig a jobb agyfélteke pihen. És a leges-leges legnagyobb baj ebben az, hogy a bal agyfélteke az csak az elemeket látja, és a jobb agyfélteke fogja összeépíteni teljes egészé. Tehát, ha csak ott maradunk a balban, akkor igazából csak szerencsének köszönhető, hogy érthetővé válik-e a tananyag. A tanulás lehet öröm és élvezet, ezt állítja Weitz Teréz, aki olyan személyre szabott, agyműködéshez alkalmazkodó, tanulási technikát dolgozott ki, amellyel 25-ször gyorsabban és 90%-os hatékonysággal lehet tanulni. Azt kell megtanulni, hogyan alakítsuk át képekké, sztorikká a tananyagot, bevonva a jobb féltekét. Mindent át lehet alakítani képpé, tehát a jobb agyfélteke a képeket szeretni. Na most, hogyha én azt mondom, hogy alma, akkor mindenkinek a fejében valahol a képzeletbeli vetítőjén megjelenik egy alma. Kinél sárga, kinél piros. Most, hogyha én azt mondom, hogy röcsöge, vagy elolvassuk, hogy röcsöge, akkor nem jelenik meg semmi. Nincs kép. Tehát, hogy fogok én emlékezni erre, tegyük föl, hogy ez egy idegen szó, hogy folyamatosan mondom, és megtanítom, hogyha ehhez tartozik kép is, hogy akkor ehhez kép is tartozik. Miért ne lehetne megcsinálni azt, hogy
a kulcs szavakat rögtön képpé formálva adom az agynak. Vagy felsorolásokból például sztorit gyártok, hiszen a sztorira emlékezni fogunk. Erről a tanulás technikáról tartott előadást Vejc Teréz a Kiskürösi Egymiben. Az alaptechnika 2 nap alatt elsajátítható. Utána annak beépítése a gyerekek tanulási technikájába eltérő, attól függ, kinek mennyire lusta a jobb féltekéje. Bárki meg tudja tanulni, hisz a rossz, a csak balféltekes gondolkodást is gyakorlással sajátítottuk el. A pedagógusnak és szülőnek az lenne a feladata, hogy visszaállítsák az eredeti 2 féltekés tanulást, de a legjobb az lenne, ha nem is felejtenénk el, és óvodáskortól tudatosan tovább használnánk mindkét féltekét. Január 14-én kezdte meg a tavaszi szezonra való felkészülést a Kiskörösi LC megye 1-es labdarúgó csapata. A gárda jelenleg 27 ponttal vezeti a tabellát. A cél az, hogy a labdarúgók minél előrébb végezzenek a bajnokságban. A téli szünet után január 14-én kezdte meg a tavaszi alapozást a Kiskörösi LC megy 1-es labdarúgó csapata. A klub vezetősége új játékosokat nem szeretne igazolni. A tervek szerint a gárda ugyanazzal a játékos kerettel szeretne nekivágni a tavaszi szezonnak. Nem tervezett a vezetőség változásokat, én úgy tudom, én direkt kértem, hogy ha lehet, akkor ide ne hozzunk ki több játékost. Igaz, a vége felé nagyon kevesen voltunk, de hát épp ez a szép a dologban, hogy akkor nyúljunk a fiataljainkhoz, és akkor majd meglátjuk, hogy ők milyen minőségben tudnak hozzárakni. A klub vezetősége ezzel a döntéssel szeretné az állandóságot fenntartani, és együtt tartani a csapatot. Abban bíznak, hogy a hosszú távú csapatépítés szempontjából a fiatal helyi játékosok bevonása meghozza majd a várt eredményt. Ehhez azonban az kell, hogy együtt tudják tartani a szűk játékos kerettel bíró csapatot. Ez nem lesz egyszerű, hiszen több játékosért más egyesületek is bejelentkeztek. Tóth Ákos Balatonfüreden volt próbajátékon, de nem ő az egyetlen, akit megkerestek. És még a Marko Pajanovicsról tudok annyit, hogy egy elsőosztályú szerb klub hívja, és dilemában van, szeretne maradni, de ugye ott 4. számúnak vinnék, meglátjuk, hogy mi lesz az ő sorsa is. A téli szünet alatt a 19 fős keretből többen játszottak a Szilveszter kupán is, így nem telt teljesen mozgás és játék nélkül a pihenő. Az alapozás időszakában heti 3 edzés lesz, ami a bajnoki rajtig kiegészül több edzőmérkőzéssel is. A felkészülési találkozókon a gárda a tervek szerint a Kiskunmajsa, a Kiskunhalas, a Borota és a Soltvadkert csapataival fog mérkőzéseket játszani. Most pedig nézzük a mai nap híreit, még egyszer röviden. Új parkolókat építenek Kiskörösön. Textilvarázslatok kiállítás lesz a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Idén is kapnak Petőfi kötetet azok, akik a költővel azonos napon születtek. A kétféltekés tanulásról tartottak előadást a Kiskörösi Egymiben. Megkezdte a tavaszi szezonra való felkészülést a Kiskörös LC megye 1-es labdarúgó csapata. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, holnap reggel 6 órakor, valamint szombaton reggel 7-től és vasárnap délután 1 órától. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik, melyben mindig egy aktuális és fontos témáról készítünk beszélgetést egy kompetens személlyel. Ezt követően pedig lélekemelő műsorunkat tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!